Az Ösztánc Rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Ez itt a Kulték a Rádió Q99.5-ön táncszínházi programajánlóval. Térünk vissza. Hamarosan megkezdődik a Nemzeti Táncszínház nyári évada, nyári szezonja, Táncbazár programsorozat, amelynek keretében július 29-én a Várkert Bazárban a Budapest Táncszínház két darabból álló estje látható majd. És itt van velünk a vonalban a Budapest Táncszínház vezetője, Földi Béla. Szeretettel üdvözöllek! Szép napot kívánok mindenkinek, én is üdvözöllek, szia! A két darabot azt gondolom, hogy a mediterrán életfelfogás köti össze többek között, de hát te kicsit bővebben tudsz erről mesélni, hogy mi az a két darab, amit majd láthat a közönség ezen az estén? Két estünk is lesz a nyáron a Várkert Bazárban, aminek nagyon örülünk, meghívott minket is, mint a Nemzeti Táncszínház, tavaly nagyon szép előadáson voltunk ott túl. Úgy hiszem, ezen az estén, amiről beszélsz, az a nap, ott Murmur de la Mediterráneon, és a második rész Bolero. Így van. Na most a Murmur de la Mediterrane, a mediterrán hangzás ellenére nem annyira azt a pezsgő déli napsütötte életérzést adja vissza nekünk, mint inkább egy olyan hitvallásról szól, egy elbeszélésről, amelyet egy Algériában született, de Párizsban szocializálódott koreográfus, személyesen Raza Hamadi élt meg és mesél el azzal kapcsolatban, hogy annak idején hogy nézett ki egy fiatal három fiúból álló testvér csoportnak az utazása, és a falak, a műr, ugye a franciául, azok hogy állnak és hogy néznek ki bizonyos kultúrák között, és hogyha azt mondod franciáról, hogy műr, akkor az egy kicsit azt is jelenti, hogy pletyka, csevegés. Hogy ezekről a dolgokról beszélünk, de nem annyira nyíltan, de mégis nagyon mély érzelemmel, ugyanis a három fiú miközben hazát vált, kultúrát vált, megtalálja a számítását a új hazájában, és összetartva a család, összetartva a három fiú elérik az álmaikat. Még ehhez kapcsolódva, ugye ez egy érdekesség, hogyha jól tudom, akkor ez nem egy egészen friss előadás, hanem egy-két évvel ezelőtt készítette Raza Hamadi, ebben nem tévedek, ugye? Úgy van, jól tudod, ez egy régi előadásunk, a Nemzeti Táncszínházban, fönn a Várszínházban még volt ennek a premierje, akkor az volt az érdekesség, hogy nekem egy másik készítőnő barátom, koreográfus barátom, a Joseph Tmim, ő pedig Tel Avivból jár hozzánk, és készít nekünk darabokat és kurzusokat, egy készítőnő mester, mind a két koreográfust arra kértem annak idején, hogy mesélje el azt a kulturális kapcsolatot, azt az érzést, amit az ő mediterrán létük és Európa ad nekik, és akkor így alakult az Old Mixed Up című darab, és a Murmur de la Mediterrane, az Old Mixed Up volt Joseph Nin darabja, amely egy kicsit a multikultúról szólt, és a Raza Hamadi darabja pedig ez a Murmur de la Mediterrane. És hát érdekesség, hogy ugye akkor ezek szerint az elkészülte után még aktuálisabbá vált a hazát keresőkről szóló. A színelem úgy hozta, hogy mára ez a dolog aktuálisabb, viszont nem szabad felületesen beszélni erről a dologról. Szóval úgy gondolom, hogy meg kell nézni a darabot, és minden egyes szituációt mindig elemezni kell ahhoz, hogy pontosan értsük, hogy kiről beszélünk, milyen szituációról beszélünk, milyen helyzetről beszélünk, és hogy néz ki valójában a mediterrán medence, a Földközi-tenger medencének a déli és északi oldala, milyen kapcsolódások vannak, és milyen hatások
ellenhatások vannak, és hát a kultúrában, a művészetben is érdemes, és igenis kötelező erről beszélni. És ugye a másik darabja az estének a Bolero, és szintén az a Hamadi koreografája. Sok koreográfus készít erre a zenére előadást, megfogalmazva talán maga gondolkodását a táncról. Az ő előadásában mi az, ami szembetűnő, mi az, ami jellemzi? A Boleról azt kell tudnunk, hogy először is szinte mindenki ismeri, és a Ravel kitűnő muzsikája itt van velünk. Ahogy az ember meghallja és végighallgatja azt a 15 percet, ő maga is megéli azt a katarzist, amit ez a zene nyújt. Azt is tudni kell, hogy tényleg nagyon sok koreográfust ihletett meg ez a darab, és vannak etalonok, mint például Bezsár Bolerója, vagy Pilabaus Bolerója. Szóval vannak kitűnő, csodálatos művek. Rada Hamadival annak idején, amikor erről beszélgett, akkor azt mondta, hogy köszönet a mesternek, Ravelnak, mert annyi koreográfusnak és táncosnak adott munkát. Szóval ez nagyon sokáig a táncszínpadokon majd felelhető lesz. És akkor arról beszélgettünk, hogy más darabokhoz képest, amelyben akár az egyén, akár egy közösség fejlődését és katartikus élményét viszi színre egy-egy koreográfus, addig ő megpróbálja úgy vizualizálni a zenét, hogy a két érzékszervünk, a szemünk és a fülünk, mikor egyszer csak ott találkozik, akkor valami olyan élmény legyen, ami külön-külön nem működhetne. És a mi Bolerónk valami ilyesmi, valami erőtől, energiától, a zene és térhasználattól kicsattanó hatalmas vulkánkitörés. És ugye említetted, hogy a Budapest Táncszínház még egy alkalommal látható lesz majd a Táncbazár keretében. Milyen produkcióval találkozhat még a közönség? Még egy este leszünk a Táncbazárban. A Budapest Táncszínház tavaly ősszel mutatta be, nem, idén tavasszal, nézd meg, nem is tudom, a Művészetek Palotájában az Álomőrző című estét, amelyről azt kell tudni, hogy Jiří Pokorny koreográfiája, a Holland Táncszínházban táncolt sokáig, és egy nagyon megbecsült fiatal koreográfus most világszerte, ő készített nekünk két darabot, és ezt a két darabot fogjuk játszani a Bolero előtt, de a Bolero ott is megy, szóval az Álomőrzők című új Budapest Táncszínház premier lesz látható, és utána a Bolero. Más előadások előtt ugye a Táncbazár, illetve utána a Táncbazár keretében ugye szokott lenni egy ilyen interaktív rész, amikor a nézőket bevonják az előadók, lehet egy kicsit táncolni, akár annak a produkciónak a jegyében, amit előtte láthattak. Nálatok ilyesmire lehet számítani? Ugye azért kicsit itt másról van szó, más jellegű előadásokról. Én úgy látom, hogy te jól informált vagy, és úgy hallom, így van. Az a helyzet, hogy a Nemzeti Táncszínház előadásaiban nagyon sokszor néptánc előadások vannak. És egy néptánc előadás után megtáncoltatni a nézőket, az egy csodálatos dolog, én nagyon sokszor láttam ilyet, meg vettem részt, és hát akkora örömünnep, és akkora együtt táncolás van, hogy az valami nagyon-nagyon jó. És akkor kitalálta nekem a Nemzeti Táncszínház, hogy akkor tartsak egy kis ilyen tánctanfolyamot, kis tánckurzust, és próbálja megtáncoltatni a nézőket. Hát aki ismer engem, az rólam tudja, hogy én nagyon régóta vagyok pedagógus is, amellett, hogy a Budapest Táncszínházat vezetem, és hogy koreografálok, és nagyon-nagyon sok tanítványom van, és ez nekem nem esik nehezemre, hogy az emberekhez szóljak, és fölállítsam őket a székből, és megpróbáljam valamiféle táncgyakorlatokra inspirálni őket, amelyek a mozdulatokban tele vannak mondani valóval, szóval amikül, hogy ők azt tudnák, szépen majd felállítom őket, és nagyon jól fog rákérezni magukat, mert ugye, hogyha azt mondom, hogy kortárs tánc az a mai napig így egy kicsit megfoghatatlan, akkor nem nagyon tudják az emberek, hogy a kortárs tánc az hogy fog kinézni, milyen mozdulatok azok, és pontosan nem értik, de én majd ilyen kis sokos cselszövéssel szép lassan megmutatom nekik, hogy például nem tudják, hogy melyik a bal kezük vagy a jobb, és az nagyon jókat fognak azon mulatni.
Úgyhogy erre is lehetőség van a július 29-én a Budapest Táncszínház előadásán a Murmur de la Mediterrani és a Bolero című előadásokat, darabokat lehet majd megnézni ennek az estének a keretében, és utána pedig az Álomőrzőkhöz társul majd a Bolero egy másik estén. És Földi Bélának, a Budapest Táncszínház vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban az elmúlt percekben. Én köszönöm szépen az érdeklődést, és mindenkit sok szeretettel várunk. Jöjjenek mindenkiben. Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás, és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig, Halász Glóriával.